kimerészkedett barlangjából és nevet is kapott a marosvásárhelyi állatkert két szibériai tigriskölyke. Az újoncokat Olgának és Ivánnak keresztelték, anyjuk neveli őket, nemrég az is kiderült, hogy melyik a kedvenc húsuk. Anyja kényezteti ezt a kis tigrist az árnyékban, testvére pedig a barlangból stábunkkal szemez. Egyre gyakrabban mutatkoznak meg a látogatóknak, ismerkedjenek meg Olgával és Ivánnal. A látogatók kíváncsian nézik a még félénk, de játékos újoncokat. Először látom a kölyköket, szépek és virgoncok, nagyon tetszik. A két kölyök egészséges, jó lesznek. Nemrég étrendjük is bővült. A kicsik még teje az anyagtól tejet szoptak, és most egy hete megkóstolták a húst. És a kedvencük a ló. Lóhús és marha. Szóval növendék. A hím és nőstény testvérpár a negyedik generáció, akik a marosvásárhelyi állatkertben születtek. Ezúttal a 2,5 éves anyatigris Hilda neveli őket. Megoldást találtunk arra, hogy az anyatigris ne hagyja el a kölykeit. A kicsik a marosvásárhelyi állatkertben maradnak, és együtt fognak nevelkedni a család többi tagjaival. Összesen 7 szibériai tigrisünk van, 2 felnőtt hím és 3 nőstény. Az ország legnagyobb állatkertjében egyre gyakoribb a nagymacskakölyök. Hamarosan más állatfajokkal bővül a látnivaló, ígéri a vezetőség.